Megbeszéltünk össze az elején, és nagyon sok mindent elmondtatok, amit egyébként végig is érinteni akartam, úgyhogy így végig gyorsabban tudjuk majd lezárni ezt az utolsó részt. Ez szintén a fortepánon van természetesen, csak ez egy 68-as fotó, csak itt van a lángosokhoz, hogy lehet fölmenni a bácsi, a bicikli szerintem az a tolja éppen. Ugye ennek a szentendrei helyi kerékpáros csapatnak én szerintem nagyjából ugyanaz a víziója, ugyanaz az álma van arról, hogy milyen városban szeretne jobban élni, mint ahogy most érzi magát. És ugye az egyik legfontosabb, hogy ez a dugó az mindenkinek rossz. Tehát az, ami ma, ahogy ma elborítják a közös tereinket az autók, az mindenképpen egy olyan állapot, ahol szerintem egy ilyen határértéket elértünk. Tehát ennél többet már nem bír el semmilyen infrastruktúra, innen már csak visszafordulni érdemes. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy egyéb alternatívákat nyújtunk az embereknek arra, hogy közlekedjenek, és bárhány ember kiveszik egy autóból, azzal az autósoknak is jobb lesz, mert egyre kevesebb autó áll a dugóban, és az illetőnek is jobb lesz, mert onnantól kezdve ő már nem kell a dugóban ülnöm. Ezt értelemszerűen a közösségi közlekedés, tömegközlekedés fejlesztésével lehet elérni, illetve azzal, amit előtte nagyon sokat volt szó, hogy a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak visszaadni azokat a felületeket, amiket jól tudnak használni. Két képet tettem ide be, az egyik a Kazinczy utcában készültem egy kollégen. Én nekem nagyon nagy álmom, hogy olyan terekben éljünk, ahol például kerekesszékes emberek önállóan tudnak közlekedni, egy munkából védelni, az oldalékat elmenetnek egy boltba. Ez ma Szentendrén teljesen sem lehetetlen. Ez egy olyan utópia, amihez még nagyon sokat kell dolgozni, hogy megvalósuljon. Az alsó kép az a Wiesbadeni állam, a kerékpártárolója, ugye belül van, tehát ilyen típusú autópark volt, amit nem láttam, amilyen szép mentőbe került volna, és a legmeglepőbb benne, hogy a gyermekek szállítására használt kerékpárat már önálló hely van kialakítva. Egy kicsit mással tartanak. Igenis, amikor jöttem ide, tegnap írtam ezt a prezentációt, megkérdeztem a 14 éves fiamat, hogy ő mire vágyna a legjobban a város. Mit hozza kerülde a képviselőknek, hogy ő mit szeretne kérni tőlük, és hát azt mondta, hogy ő azt szeretne, hogy a kerékpárral el tudna menni az iskolába. Most a pillanatban belegondolunk, hogyha mondjuk a gyerekek egy jelentős része, aki egyébként életkorban is már ott van, hogy egyedül tudjon kerékpározni, egyedül menne iskolába, akkor az iskolák körüli dugók azok változnának meg. Szerintem előnyükre. Erről az áron nagyon sokat beszélt. Én annyit szeretnék kiemelni ebből, hogy az összekapcsolódó egybefüggő hálózatok. Tehát, hogy Szentendrén valószínűleg viszonylag könnyen sok helyen meg lehetne valósítani kerékpározásra alkalmas szakaszokat, de hogy anélkül nem sokat ér az egész, hogyha azok nem átjárhatóak egymás között. Tehát, hogyha nekem ahhoz, hogy eljussak a boltba, van két olyan pont, ahol le kell szállnom a kerékpárról és kényelmetlen körülmények között átjutni a következő kerékpárszak szakaszra, akkor később nem feltétlenül fogom ezt a módszert alkalmazni, hanem inkább visszaülök az autómba és azzal megyek. Mert hogy a vonzó közlekedési infrastruktúra az A-tól B-ig végig ugyanazzal az eszközzel, mondjuk esetleg meg kerékpárral beszélünk, de gyalogos vagy csillag, akkor kényelmes, akkor vonzó, hogy a végig átjárható. Igen, és én szerintem az a gyakorlat, ami ma Szentendrén is kerékpáros infrastruktúra kijelölésénél van, hogy a gyalogosokat és a kerékpárosokat eresztjük egy felületre, ez mindkét félnek rossz. Tehát a gyalogosnak is kellemetlen, hogy a kerékpárosok körülöttük mennek, és a kerékpáros sem tud abban a tempóban haladni, ahogy ő egyébként szeretne. Megint csak nem teremtettünk vonzó közlekedési alternatívát az autóhoz képest. Összességében majd egyébként Szentendrén minden infrastruktúránk az autósokat szolgálja ki, és nem szolgálja a többi alternatívát. Az alsó kép egyébként, amit zárom, nem ütött, hogy a
évmegállóban rengeteg kerékpár van, tehát hogy látszik, hogy igény lenne rá, ez egy hete készült. Azt hiszem olyan 6-7 fok lehetett, és esett az eső, vagy ilyen szemerkélő. Nagyon-nagyon randa idő volt. Az összes lehetséges helyre, az összes korlátra van kerékpár. Tehát, hogy az emberek kerékpároznának, hogyha erre több lehetőség nyílna. Ezeket az előttem szólók szintén kiemelték, én azért mindig küzdték ez a bizonyos derabatek jelújáról, hogy az autós tolni kéne akkor bennetek, illetve én kiemelni ezt a bizonyos a hívigállomásnál lévő aluljárót. Az egy dolog, hogy sem babakocsival, sem kerekesszét kellene használni, de azt talán még veszélyesebb, hogy viszont a kerékpárosok közül egyesek használják, és szédületes sebességgel tudnak végigszaladni ezen a lámpán. Szerintem ez sem jó. Egyébként az sem jó, hogy a gyalogosokat lekényszerítik a föld alá. Ugye? Azért az egy ilyen, amikor az ember berobban a rámpáról lefele az ott lecsétáló emberek közé, abban némi rizikó. És egyébként, ha megnéztek, hogy Budapesten a Ferenciek terénél, azt hiszem, ott nagyon sok felszíni zebrát csináltak az elmúlt évek során. Kifejezetten sokkal használják és sokkal érhetőbbé teszi ezeket a teleket, mint korábban ugye minden alkalommal le kellett menni a föld alá, és úgy átütni a szakít sajtó utca egyik oldalára, a másikra, mondjuk az a hídfőnek a szakasz. És hát általában nincsenek kerekesszékesek ezekben a taljárokban kiszolgálva, az általában szerintem túlzás soha. Azt akartam még megemlíteni, hogy amit egyik a keskeny járdák kapcsán az előttem szólók is említettek, én nekem az általános élményem Szentendér, hogy kizárólag rossz minőségű és keskeny járdákon húgácsolnak a gyalogosok, ahova fölparkolt autókat kerülgetnek, ugye ez most nem is egy talán a Facebookon is valami topikban hangsúlyosan megjelent, hogy a anyukák képtelenek eljutni a járdát használva ából véve. Én szerintem az olyan mértékű nonsensz, amit nem szabadna hagyni, hogy így maradjon. Az a kép, az a most meglévő kerékpáros infrastruktúránkat ábrázolja, a tandem érdekről által készített túlhatott, valami szép neve, kerékpár forgalmi házati terv néven fut a drágra, és ez egy már nem emlékszem a nevére, ez egy olyan dokumentum, amiben a tandem érnök iroda egy átfogó tervet tett az asztalra tavaly januárban, hogy hol és milyen változatot csapat kéne eszközölni a szentendrei kerékpáros infrastruktúrában. Az látszik rajta, hogy vannak szakaszok az ága szerint, ahol lehet kerékpározni, de jelzem, hogy ezek mindegyike közös gyalogos és kerékpáros szakasz. Még ez az Euróbeló 6 is, ahol mellette nincs kijelölve gyalogos útvonal, tehát értelemszerűen használják a gyalogosok, akik a Dunaparton szeretnének végig sétálni. Nincs egyetlen kerékpáros sem szerintem innen valaki tud nekem olyat kutatni, ami adott szakaszon kizárólag kerékpárosok használnak, akkor biztosan megkérem. Pomász felé 300 méter most. Igen, igazad van. Köszönöm. Ott van. Mi ugye kerékpáros Szentendrén, egyébként kerékpáros útként is azt szeretném felajánlani az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, hogy használják azt a szakértelmet, amit az előző két előadásban is szerintem jól bemutattunk, tehát hogy mind a közlekedési szempontból is vannak szakértő koponyák is, jó használható tudások ebben a szervezetben, mint pedig átfogó ilyen politikai, kulturális, gazdasági szempontból is jól tudjuk megfogalmazni azokat a szempontokat, amik szerint érdemes lenne, hogy egy város közlekedésének szállása során ezeket figyelembe venni. Tehát szívesen tudunk szerintem abban szakértő vagy hasznos segítséget nyújtani, hogy tervezési feladatokban, pályázatok elkészítésében,
részt vegyünk, illetve, ami szerintem nagyon fontos, hogy ha bármilyen apró javítást, felújítást kell bármilyen az infrastruktúrában eszközölni, és esetleg van alkalmunk még a tervezés során ezeket látni, ezeket a elképzeléseket, akkor esetleg fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy hogy lehetne már ezen a kis szakaszon is, vagy azon a kis helyszínen is javítani a helyzetet valamilyen mértékben. Az ilyen kis lépésekben is lehet esetleg javítani a helyzeten. A másik, amit még a szemléletformálás, amit én azt gondolom, hogy tudnám segíteni, hogy akár hogy ilyen sajtóban megjelenő anyagokkal, előadásokkal is tudunk segíteni, ezt magunktól is tesszük egyébként, de hogy szívesen be is vonulunk akár ilyen munkában. Én például hiszek abban, hogy amikor a dán miniszterem kerékpárra meg dolgozni, vagy amikor a, nem tudom, a holland pénzügyminiszter a metró vagy a villamoson van lefotózva, akkor nem csak az az üzenete, hogy mennyire jó fej, hogy ilyen leereszkedő módon a nép közé vegyül, hanem az a másik üzenete is utána fontosabb, hogy olyan jó az infrastruktúra, hogy még egy ilyen pozícióban lévő ember is szívesen használja azt, és kiszolgálja az ő igényeit is. Igen. És sikerült azt hiszem viszonylag gyorsan, nem nagyon visszajönni a jelenetekkel. Terveztünk a végére egy ilyen kérdezfeleleket, úgyhogy ha valakinek van kérdés, vagy megbeszélni való, akkor nagyon szívesen állunk elébe, hogy lekapcsoljuk ezt a lehetőséget.